Ezen a területen bővíteni a Siklósi önkormányzat iparterületét. Már jelenleg is működnek itt vállalkozások, de most a Top Plus program keretein belül fejlesztetik az ipari parkot. Ezt jelentették be a Baranyai városban. Mint azt az eseményen a Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, fontos cél a térség gazdasági fellendítése, amihez nagy mértékben hozzájárul majd ez a beruházás. Helyi kis és középvállalkozásoknak, baranyai zömében magyar helyi vállalkozásoknak biztosít bővülési lehetőséget, új munkahelyet jelent a helyieknek, és reményeink szerint helyben több adóbevételt is, amely mind-mind hozzájárul Baranya megye gazdasági megerősítéséhez. Már évek óta kilátásban van egy ilyen beruházás. Akkoriban még Nagy Csaba volt a megyei önkormányzat vezetője, most országgyűlési képviselőként nagy előrelépésnek tartja a fejlesztést, hiszen hosszú ideig tartott a tervezés. Ez most befejeződött, a város április elején benyújtotta az infrastruktúrális fejlesztésre azt a pályázatát, amivel szeretné az ipari parkot fejleszteni, és most már arról beszélünk, hogy keressük a forrásokat arra, hogy a közeljövőben el tudjuk kezdeni a csarnoképítést is itt Siklóson. Az iparterületen először az infrastruktúrát alakítják ki, bekötő utat építenek, közművesítenek a szakemberek, a későbbiekben pedig egy 1000 négyzetméteres csarnok építését is tervezi az önkormányzat. Önkormányzati tulajdonban bérleti konstrukcióval, ez egy szekcionálható, bérelhető csarnoképület lenne, ezzel is egyfajta indítóként vagy első épületként ebben az új iparterület részben szeretnék megmutatni azt, hogy igenis Siklóson van értelme befektetni, van értelme a meglévő vállalkozásokat fejleszteni, hála Istennek úgy látjuk, hogy érdeklődés az van. A teljes beruházás egyébként 8 hektáron zajlik majd 700 millió forintból, amely a város gazdaságfejlesztési csomagjának része. Cél a helyi gazdaság fejlesztése, az újraiparosítás, melynek köszönhetően versenyképes maradhat Siklós, tette hozzá a polgármester.